Javában tart már a felkészülés az Alba Volán a szakosztályánál. A legjobbak a hétvégén Barcelonában repülnek, ahol más nemzetversenyzőivel együtt egy hangsúlyosan vívással foglalkozó edzőtáborban vesznek részt. Spanyolországban a vívás mellett úszó és kombinációs edzésekre is sor kerül, csak a lovaglásról kell lemondani a Demeter Bencéknek, ami talán nem is olyan nagy baj, hiszen a közelmúltban Kovács Saroltának és Bencének is meggyűlt a baj a lovakkal. Pályát mentünk éppen, azt a ló elcsúszott, az elég szerencsétlen estem, és a ló rám a lábamra. Remélem, hétvégére már teljes értékű munkát tudok végezni. Saci még az előző év végén esett le lováról, de szerencsére kisebb volt a baj, mint ahogy azt előzetesen gondolták. Hát leestem a lóról, a csuklomra estem rá. Tíz napot volt gipszben a kezem, mivel nem tudták még megállapítani, mert olyan pici, pici csontok vannak ott, hogy törötte vagy sem, de szerencsére csak egy komolyabb zúzódás volt, úgyhogy tudtam folytatni a felkészülést. Most még az edzések ki a főszerep, de február közepétől elindul a szezon, amelynek első része a május végi világbajnoksággal záruló olimpiai kvalifikációs időszakból áll. Jelen állás szerint Kovács Sarolta helye biztosnak tűnik Londonban, de azért még van mind dolgozni. Tavaly a VB-n a úgymond. Ő... Hát tényleg minden számban számban maxot hoztam ki, és az érről tudtam indulni a kombinált számban. A maxot futottam ki magamból, de most akkor arra volt elég, és én szeretnék mindenféleképpen futásban fejlődni. Demeter Bencének nem csak a nemzetközi mezőnyben kell olyan eredményt elérni, amivel kvótát szerez, hanem három magyar vetétársával is meg kell küzdenie a két utazó helyért. Hát ma Ádám, a Marosi Ádámnak is a Robinak már van kvótája. Hát nekem még nincs, és a, még a, a Tibője Péternek van esélye. Hát a két kvótásnak van-e egyelőre a legnagyobb esélye, de az idei versenyek alapján szerintem még lehet ezen változtatni, hogyha minden jól sikerül. Ideális esetben akár három fehérvári öttusázó is ott lehet a londoni olimpiai játékokon, hiszen gyenesei lejlának is van reális esélye, hogy Peking után ismét képviselje hazánkat a négy évenkénti megmérettetésen.